51. fejezet Elivi partjai lángokban álltak. Három napja hajóztak erre, minden a tűz martalékává vált. Volt olyan falu, amelyik még égett. Máshol már csak parázslott minden. Elin és Róven a lángokat oltotta. Róvennek egyszerűbb volt, sólyom alakjában közel tudott repülni. Elin a hajón maradt, nem állhattak meg annyi időre, hogy kiszálljanak, a hajóról oltotta a tüzet mágikus erejével. A harmadik nap végére alig állt a lábán, annyira szomjas volt, hogy nem létezett olyan vízmennyiség, amivel csillapítani tudta volna szomját. Az ajka kicserepesedett és kiszáradt. Róven háromszor lépett partra, hogy megkérdezze, kitette mindezt. A válasz mindig ugyanaz volt. Sötétség söpört végig az éjszaka a vidéken. Olyan, amitől a csillagok is kihunytak. A falvak olyan lángoló nyilaktól gyúltak lángra, amelyek csak akkor voltak szemmel láthatóak, amikor már célba értek. Ereven erői sorra támadták a falvakat, aztán nyomtalanul eltűntek. Mévnek sem volt nyoma. Róven és Lisandra nagy magasságba repülve hatalmas területet fésültek át, de nem találtak semmit. Voltak olyan falusiak is, akik szerint szellemek támadták meg őket. Temetetlen halottaik szelleme, akik azért jelentek meg, hogy megbüntessék őket. Egyszer csak egy másik híresztelés kapott lábra. Elin Galatinius maga gyújtotta felelivit, faluról falura, bosszúból, azért mert tíz évvel ezelőtt nem nyújtottak segítséget a királyságának. Nem számított, hogy most oltotta a lángokat. Nem hittek Róvennek, amikor megpróbálta elmagyarázni, hogy ki oltja a lángokat egy távoli hajó fedélzetéről. Róven azt tanácsolta Elinnek, hogy ne hallgasson rájuk, ne csüggedjen. Megpróbálta. Róven egyszer a hajóra visszatérve lehajolt és megcsókolta Elin nyakát. A hüvelykujját végig simította a tenyerén lévő hegen, Belélegezte az illatát. Elin tudta, hogy Róven választ nyert arra a kérdésre, ami miatt akkor reggel sietve hagyta el a hajót. Nem, nem várt gyereket tőle. Csak egyszer beszéltek a témáról a múlt héten, amikor Elin zihálva verejtékezve mászott le róla, és Róven megkérdezte, hogy szedi a fogamzásgátló fűzetet. Elin egyszerűen annyit válaszolt, hogy nem. Róven döbbenten nézett rá, Mire Elin elmagyarázta, hogy ha valóban mév tündérvére csörkedezik az ereiben, akkor valószínűleg azt is örökölte, hogy a tündérek nagyon nehezen esnek teherbe. És bár az időzítés szörnyű lenne, ő nem fog ellenállni, hogy teraszennek utódokat, jövőt biztosítson. Róven tekintete távolinak tűnt, de bólintott, és vállon puszilta. Ennyiben maradtak. Elinnek nem volt bátorsága megkérdezni, hogy Róven akar egy gyereket nemzeni neki, akar-e egyáltalán gyereket azok után, ami Líriával történt. Róven gyorsan visszarepült a partra tüzet oltani. A néhány együtt töltött perc alatt pedig Elinnek nem volt bátorsága ahhoz, hogy elmondja, miért hányta ki egyszer a belét. Az elmúlt három nap teljesen egybe folyt. Azóta, hogy Ferris kimondta, a fizetség megnevezhetetlen – minden összekeveredett egy hatalmas örvényben, ami füstből, lángból, hullámokból és napfényből állt. Harmadik nap alkonyatkor Elin újra ezen rágódott, de ellesegette a gondolatot. A kísérő hajó elől jeleket adott, és a legénység kapkodva készülődött a lehorkonzásra. Gyöngyözött a verejték a homlokán, a nyelve száraz volt, mint a dörs papír, de minden szomjúságáról, kimerültségéről azonnal megfeledkezett, amikor meglátta a partot. Lapos, vizes táj terült el a felhőség alatt, amelyre csak a szem ellátott. A buckákat és ködröket mohazold és csontfehér fű borította. Ezek voltak az élet kis szigetei a tükörsima szürke vízben. Közöttük a vízből és hepehúpás földből romok álltak ki, akár egy rosszul eltemetett halott végtagjai. Omladozó romok egy egykor szép, de elsüllyedt város romjai. A kőmocsár. Mannon abraxos mellett ült, a hajó lehorgonyzott. A fedélzeten hamarosan megjelent a két kísérő hajó kapitánya, az emberek és a tündérek megbeszélést tartottak, ahová őt nem hívták meg. Elég korán a fülébe jutott a hír, hogy másfél nap járásra vannak attól, amit keresnek. Nem tudták pontosan hol lesz, vagy mennyi ideig fog tartani, míg megtalálják a pontos helyét. Visszatérésükig a hajók itt maradnak lehorkonyozva. A jelek szerint Mannon velük tart a szárazföldre. Mintha a királynő sejtette volna. Ha hátrahagyják, kis flottájuk nem fogja őket épségben várni a visszatérésekkor. Okos lány. De volt ott a másik gond. Amivel azonnal szembe kellett néznie Mannonnak, az illető aggódva, kivert kutyaként nézett rá. A brakszos finoman csóválta a farkát, a varszegek dörzsölték az öreg hajó fedélzetét, mintha egy percekkel ezelőtt ő is hallotta volna a királynő parancsát a vívőrnek mennie kell. A mocsár sík nyílt vidékén túl könnyen észre lehetett venni. Mannon a vívőn csepp pofájára tette a kezét, és a feneketlen mélységű fekete szemekbe nézett. El kell bújnod valahol. Meleg, szomorú fújtatás a tenyerébe. Ne búslakodj! Kérte Mannon, bár az ő gyomra is összeszorult. Vigyázz, hogy ne a észre. Légy készen létben és négy nap múlva gyere vissza. Még azt is megengedte magának, hogy előre hajoljon, és a homlokát az állat pofájának támassza. Az állat morgása a csontjáig hatolt. Mi ketten összetartozunk. Néhány nap igazán semmiség, barátom. Az állat a fejével megbökötte Mannon fejét. Mannon nagyot nyelt. Megmentetted az életem. Nem is egyszer, még soha nem köszöntem meg neked. Abraxos nyöszörgött. Te meg én, örökre összetartozunk, amíg a sötétség el nem jön értünk. Ígérte meg Mannon. Azután erőt vett magán, elhúzódott, és még egyszer utoljára megsimogatta a vívőn pofáját. Aztán hátra lépett egyet, majd még egyet. Menj! Abraxos szemrehányon nézett rá, de Iszmai megfeszültek és felemelte szárnyait. Mannon még életében nem utált senkit annyira, mint Teraszen királynőjét és a barátait, azért, mert Abraxosnak el kell őt hagynia. A királynő az oka, hogy el kell válniuk, pedig már annyi veszít átéltek együtt. Abraxos már a levegőbe emelkedett, a vitorlák csillogtak a szárnyai által keltett szélben. Mannon nézte, ahogy a vívörn egy flott, foltá válik a horizonton. A hosszú csónakokat már előkészítették, azokban hajóznak majd a mocsár poshat szürke A királynő és udvartartása készülődött, a fegyvereiket úgy öltötték magukra, hogy mások ékszerekkel ékesítik magukat. Nagyon hasonlítottak a tizenhármakra. Mannonnak el kellett fordulnia. Megbújt a főárbóc árnyékában, és igyekezett egyenletesen lélegezni. Reszketett a keze, Asterin nem halt meg. A tizenhármak életben vannak. Ezeket a gondolatokat mindig igyekezett kordában tartani. De most, hogy a virágszagolgató vívőn eltűnt a horizonton, szárnyparancsnok létének utolsó darabkája is eltűnt vele. A szárazföld felé nedves szél fújt, hívta a mocsár felé. Vörös köpenyét ráncigálta. Végig egy ujját a karmazsinvörös köpenyen, amit ma reggel szándékosan magára öltött. Rianon. Soha semmilyen plegykát nem hallott arról, hogy a krokanok királyi leszármazottja életben maradt volna. Azt hitte, hogy 500 éve ő is oda a krokanok elleni döntő csatában. Kíváncsi lett volna, hogy a féltestvérén kívül más krokanok, más krokan vajon tud-e arról, hogy Fekete csőrű és Krokán herceg gyermeke életben maradt. Mannon kikapcsolta a köpenye brossát, és a kezében méregette a vastag és súlyos vörös anyagot. A körmeivel néhány lendületes mozdulattal lehasított belőle egy hosszú keskeny csíkot. Azután a copja végébe kötötte, a vörös szín éles ellentétben állt őszhajával. Kilépett a főárbóc árnyékából, és a korláthoz ment. Senki nem tett megjegyzést, amikor a féltestvére köpenyét a tengerbe dobta. A szél felkapta, vitte egy kis darabon, aztán a köpeny felszállt, mint egy őszi falevél. Bár a távolból már inkább vértócsának tűnt. Aztán átázott és elmerült a vízben. Éderlen királya és Teraszen királynője a fedélzet korlátjánál várták társaik közben átszálltak a hullámokon ingatózó deregjékbe. Manon belenézett az afirkék és az aranyfoltos türki szemekbe. Tudta, hogy látták az előbb, talán nem értették, mit jelentett a köpeny, de a gesztust biztosan. Visszahúzta vasfogait és vaskörmeit, és úgy ment oda hozzájuk. Örökre látni fogod maga magad előtt az arcukat, mondta Elinga halkan. Mannon csak akkor jött rá, hogy nem a tizenhármakra gondolt, amikor már a part felé eveztek, és a hullámok elásztották őket. Azon tűnődött vajon Elin is nézte a tenger felett lebegő köpányt, és ő is arra gondolta, hogy olyan, mint a kiontott vér.